A felújított és kézműves házként újranyitott épület előtt felállított udvaron már kora délután gyülekezni kezdtek a vendégek. Bár a Beat Korszak legendás fesztiválja előtt tisztelgő fotókiállítás megnyitására és a Woodstock film vetítésére csak 4 órától került sor, már délután 2-kor kezdett megtelni a helyszín, és megtöltötte a levegőt a fortyogó babgulyás illata. A Magtár moziban pedig folyamatosan vetítették a többek között még pályakezdő Martin Scorsese által vágott Woodstock című dokumentumfilmet. Fignár Zoltán főszervező, aki korábban a saját udvarán is rendezett fesztivál Dubicsányban, elmondta, ez a mai nap egy kicsit talán még az elsőnél is szorosabban kapcsolódik a Woodstock tematikához, hiszen mind a két fellépő művészete kötődik a legendás fesztiválhoz. Aki pedig szeretné, maga is elkészítheti itt a helyszínen a saját batikolt Woodstock pólóját. A filmvetítést követően a Fekete Tomor Móré Trio Blues zenével varázsolt el Dubicsányban a kilátogató és a helyszínt ismét megtöltő szépszámú közönséget. Improvizációra épülő blúzos örömzenéjükkel sikeresen idézték meg az 1969. augusztusában tartott 3 napos fesztivált, amely örökre megváltoztatta a rockzene történelmét. A remek hangulatot megalapozó másfél órás koncert után az eseményt az idén már szintén 50 éves múltra visszatekintő, igaz, azóta is jó párszor pihenőt tartó Török Ádám vezette minizenekar koncertje zárta. Az egykori blues zenekarból jazzrockra váltó formációt vezető karizmatikus énekes visszatérő vendég Borsodban, hiszen már a legendás 1973-as Miskolci DVTK stadionban rendezett rockfesztiválon is tiszteletüket tették megyénkben. Don't forget me, what I give you. Do is nice. Néztem a napot, néztem a napot. Felkeltem én már reggel, baby. Igen, 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 én is. Néztem. Néztem a napot. Megdorsoltam szemem. Mert a fény, a fény. Nem ettem én ma reggel eleget, mondtam mama, jaj, a kenyered a meleget. Nem ettem én ma reggel eleget. A Color Country szombati állomásán Sajó Kazán a Radvánszki kastély udvarán Szent Martin szórakoztatta a közönséget. Megtisztelő számomra, hogy ismételtem megkerestek. Örömmel jövök olyannyira, hogy én már napok óta készülök a Color Fesztiválra. És hogy is nézesz ki? Egerben voltam barátaimmal, az Egri 8. művésztelepen,
Szőke Péter Jakab festőművész barátom szervezés, meghívást kaptam hozzájuk. Én is szoktam művésztelepet szervezni, és muzsikálok is ott azon a helyszínen, illetve alkotok a festőművészekkel. Ezennel egy nagyon különleges festményt készítettünk. A zenémre alkottak a művészek, improvizáltam én is egy picit az alkotásaimra, az elkészült dalokra, illetve ők is egy picit improvizáltak az én dalaimra. Tehát egy olyan kompozíció készült el tegnap, ami egyedülálló és különleges mindenféleképpen a maga nemében. Aztán így említettem is a helyszínen Egerben, hogy ha már Color City fesztiválra megyek, akkor a művésztelep majdnem hogy fémjelzi már onnan is egy picit egy kis előfutára ennek a helyzetnek. Hát gyakorlatilag 26 lemez közül fogok válogatni a mai estén. A 26 lemez dalai, mondjuk az, hogy hát a jubiláló év az tavaly volt, és egész ez év végéig rá is nyomja gyakorlatilag pecsétként ezt a hangulatot, mert hogy mindenhol így mutatom be az új lemezemet. Nyilván érintőlegesen, tehát nem lehet az, hogy teljes egészében új dalokat játszan az ember, de marginálisan lehet kikínálni a közönségnek. Úgyhogy a mai napon azt gondolom, hogy a közönség hangulatára és ide Sajókazára formálva a Radánszky kastélyhoz illően egy kellemes, elegáns koncertet kap a közönség. Főként ugye a szaxofon van előtérben, túlnyomó részt, hát van a szoprán szaxofon, az alt szaxofon. Sokan kérdezik, amikor azt mondom a végén, hogy melyik hangszerrel játszak, ki kér egy szaxofonos dalt, tegye fel a kezét, és sokan arra gondolnak, erre a görbe, erre a kecses réz színű hogy mondjam, hangszerre, és hát sokszor pedig a másik hangszer kerül előtérbe, a szoprán szaxofon, az pedig egy egyenes fekete hangszer nálam. Itt megkeveri az embereket egy picit, sokan azt hiszik, hogy ez egy klarinét, vagy oboa, vagy tárogató, de hát szaxofon ez is, mert hogy fémből készült, tehát szoprán szaxofon. A pánsíp is szerepet kap természetesen, ez már hosszú évek óta így van. Szinte nem is telik el olyan előadás, hogy ne legyen ott, és hát a közönség ki is követeli magának. Jó napot, művész úr! Hozott magával pánsípot? Igen, hoztam, és meg is fogom szólaltatni.